Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Köszönöm, hogy támogattátok a dicsőítést. És hát a múltkori témát egy picit szeretném folytatni. Annyit akarok mondani, hogy jövő alkalommal húsvét van, már gyorsan. És úrvacsorázni fogunk. Szombaton én elmegyek az zárt körű alkalommal, és a barátom, az egyik legjobb barátom fölhívott, hogy mi az, hogy zárt körű alkalom, hogy nem mehet oda mindenki. Mondom, mert a csillagbörtönben lesz Gábor. Tehát jövő szombaton zárt körű alkalmat tartunk a csillagbörtönben. De azért nem annyira zárt körű, mert a Kati lányom eljön velem. Úgyhogy a Katit elviszem, hogy lássanak amúgy szépet is ezek a rabok. Hát miért? Hát ez is az Úr kegyelme, hogy lássanak szépet, nem csak az olyan csúnya börtönőröket, érted? Alice, nem tartod jó ötletned? De én tudom. Alice, te is akarsz jönni? Én imádkozom. Tehát azt kérem, hogy imádkozzatok értünk, jól mondja az Alice. És jövő alkalommal akkor ez lenne, és a börtönszolgálat után pedig János Halmán. Érdekes, János Halmára az Úr valahogy mindig oda visz, ott a cigányok között fogunk lenni. Utoljára, ahol voltunk, ott megtáncoltattak engem a roma asszonyok, úgyhogy nem lehetett talpon maradni. Ottan táncolt keményen, még az Aliz is táncolt. Szem nem maradt szárazon, és láb nem maradt rálépés nélkül, úgyhogy nagyon jó volt. Tehát János Halmán lesz az esti alkalom, és akkor vasárnap pedig itt istentisztelet. Szeretném köszönteni azokat a testvéreinket, akik most már rendkívül nagy tömegben nézik ezeket az alkalmakat, és valami olyan szolgálat indult ki erről a kis közösségünkről, amit nem is hittem volna. Olyan emberek változnak meg, és találnak újra vissza Jézushoz, akik már rég nem találtak vissza. És múltkor a Görbis Tamás, amikor prédikálta, meghallgattam a prédikációját, és nagyon jó volt, és felhívtam, mert mindenkinek szüksége van bátorításra. És Alice! Meg akarnak fagyni. Meg akarsz fagyni? Kesztyűt vesz fel, hát érzi. Azt a meg kesztyűs kézzel bánjunk beled. Ja, Istenem. De egyébként a legrosszabbul a tanárnők viselkednek, hogyha nem vettétek volna észre. Tehát egyszerűen hihetetlen. Viselkedjen, kérem. Na, a prédikáción van, ha nem tudnám. Én megbocsánatot kérem. Én meg megbocsátok. De nem is haragudtam. Na, tehát... És a Tamás azt mondta, hogy nem is gondoljátok, hogy mekkora szolgálatotok van azok felé, az emberek felé, akik szanaszét vannak, és nem is járnak gyülekezetben már, megsérültek, akik csalódtak a kereszténységbe, és hogy óriási hullámot keltett ez az üzenet, ami mi közöttünk itt elindult, mert nem mi tőlünk volt, hanem az Úrtól. És tudom azt is, hogy sokan támadnak is ezért bennünket, de őszintén megmondom, hogy nem tanultuk ezeket a dolgokat, nem valami rendszernek a elképzeléseit hagyjuk végre, hanem az Isten megnyitotta a szívünket arra az elhívásra, ami kezdettől a szívünkben volt, az ő kegyelmére. És nem is akarunk másról tudni, mint az Isten kegyelméről, Jézusról, a megfeszítettről, aki azért feszítetett meg, mert annyira szeretett bennünket. Tehát nagyon sok ember újra hitre jut, újra megérinti az Úr. Vannak olyan emberek, akik egyáltalán csak addig jutnak el, hogy a vicceket hallgatják meg. De ez is már valami. 20 éve nem hallgatott prédikációt, és szól neki az asszony, hogy apjuk, gyere be, most mondja a Kubinyi a viccét. És bejön, és meghallgatja, és legalább tehát nem hiszi el, hogy van ember formájú lelki pásztor. Akkor
nem hiszem. Múltkor a Mamutban látogatott meg egy asszonyka, és ott beszélgettünk, és azt mondja, hát ott áll kinn a férjem. Mondom, hát miért nem jön be? Azt mondja, ő nem hajlandó semmilyen lelkipásztorral találkozni, mert már anya nagyon verték, hogy befejezte. Soha többé. Úgyhogy képzeld el, kimentem hozzá, elkezdett futni. Én meg úton értem, persze. Hát én reggelente futok, tehát azért úton értem. Átöleltem és mondtam, Isten szeret téged, de ne beszéljünk az Istenről, gyere, nézd meg a képeimet. Azt mondja, utálja a művészetet. Mondom, akkor... Tudod mit, ezt is megbocsátom, de semmi baj, semmi baj, ne féljél, minden rendben van, nyugodjál meg, nem harap a néni. Dehogy is nem. Hát meghallgatta a utolsó viccemet, hogy a Vatikán az ugye Ferencváros lesz. Én hiszek abba, hogy itt is egy nyitás van, meglátjuk, én imádkozunk a vezetőinkért, az előjáróinkért, imádkozunk a pápáért is, hogy Isten szerint tudjon jó döntéseket hozni. Komolyan mondom, mert nagyon-nagyon sok millió ember figyel rá, és igazából nem gondolkodhatunk elvakultan senki felől sem. Jó, fejlesz magán. Jó. Tehát ebbe a közösségben... Gábor, ez az én barátom, a Gábor. Az Aliz is egyébként. Már ma van Gábornak. Egyébként üdvözlöm a Józsefeket, de ne nagyon ünnepeljenek, mert most ne haragudjatok, de a József az jobb, hogyha meg a Sándor, meg a Benedek, hogyha egy kicsit hallgatna egy kicsit, mert a zsákjukat úgy ki kellett volna bontani úgy önként és dalolva. De nem ezt tették. Mit? Kibontották. Ez volt benne. Ajajajajajajajaj. Tehát azért ez úgy nem egészen, nincs azért egészen rendben. Hát azért elfogyott a fám, gyerekek. Én fába tüzeltem. Kicsereztem a gázműveket, hogy nem fűtő gázzal, és most gázzal fogok fűteni. Ide jutottam. Tehát ez döbbenetes dolog. De hát ez történt. Igen. Na. Tehát egy nagy jelentősége van annak az üzenetnek, amit az Úr itt elkezdett, nem magunktól van, és annyira örülök a Rezső testvérünk, az a Szent Szellemnek a jelzése közöttünk, akinek kenet van most, a kenet, és mindig kap egy éneket, erre mindig bibliaiskolán kap egy új éneket, és az a legjobb, a bibliaiskolánk az a legjobb pontja, amikor Rezső énekel. Mert mindig arról énekel, ami a szívünkben van, és olyan bizonysága az Úr Jézusnak közöttünk, és annyira, és Isten ezt akarja tenni a szétszélett népével, hogy egybegyűjti őket. És én szeretném, hogyha ez a közösség az otthon lenne, ahol meg lehet melegedni, ahol nem bántjuk egymást, ahol szeretettel befogadjuk egymást, és figyelünk a másikra, és igazából, amit a Karcsi elmondott, hogy a deszkát bevonták ilyen aranylemezzel, és az aranylemezre ráraktak aranykarikát, és úgy kapcsolták össze a deszkákat, és ez az arany az Istennek a jelenléte, az Istennek a kenete. Tehát, hogyha nem úgy néznénk egymásra, és olyan érdekes, hogy én mindig az Ervinnel szoktam néha szaunázni, és mindig beszélünk, hogy az Emil, az ő öcse, az Emil a mi emberünk, a kegyelem fia. És azt mondja az Ervin, jó nektek, hogy ti nem ismeritek. Ő a bátyja, és azt mondja, jó nektek, hogy ti nem ismeritek, mert akkor nem biztos, hogy ilyen könnyen tudnátok szeretni. És van ebben igazság, hogy amikor már megismerjük egymást, akkor úgy nehéz úgy nézni, mint Isten aranyozott deszkája. És sokkal inkább a szárkás deszkát látjuk a másikba, és a szárkát meglátjuk a deszkába, miközben a gerenda van a szemünkbe, de hát az Úr azt mondja, hogy ne nézd a szárkát a saját testvéred deszkájába, mert vedd észre magad szemébe a gerendát,
Mert mielőtt kivennéd a szárkát a testvéred szeméből, vedd ki a szemedből a gerendát. És igazából a gyülekezetnek arról kellene szólni, hogy gerendákat látunk egymásba, bár vannak kétségtelen, azt tudom, akkor a gerendás testvérek vannak itt, hogy borzasztó, van, hogy két pacsor ki is maradt között, hanem a gerendája elférjen még, ami kilóg a szeméből. De nem erre nézzük, nem erre, hitben járunk, és igazából tudom nagyon jól, hogy nem könnyű hitben járni, de higgyétek el, hogy szokás kérdése. Komolyan, szokás kérdése. Megszokod, hogy testileg jársz, testileg fogsz járni. Megszokod, hogy sopánkodsz, sopánkodni fogsz. Megszokod azt, hogy hálát adsz, hálát fogsz adni. Megszokod azt, hogy nem a testedre nézel, hanem a hitedre, akkor a hitedre fogsz nézni. Meg lehet szokni rossz dolgokat. Meg lehet szokni a fehér lisztet is, csak nem jó, mert cukorbeteg leszel. Sokan mondják, hogy nem tud meglenni fehér kenyér nélkül. Aztán jön az orvosbám, és azt mondja, hogy ezentúl inzulin fogult, és meggyógyította utána a tengert. Tehát két dolognak kell történnie. Egyrészt meg kell gyógyulnia a víznek. Meg kell gyógyulnia az egyháznak. Meg kell gyógyulnia a gondolkodásunknak. Meg kell gyógyulnia a véleményünknek magunkról és a másikról. És azt gondolom, hogy ez a gyógyulás, ez egy rendkívül fontos dolog, mert a gyülekezet a gyógyulásnak a helyévé kell, hogy váljon. Ide kell, hogy fussanak a bűnösök, ide kell, hogy fussanak a betegek, ide kell, hogy fussanak a nyomorultak, ide kell, hogy fussanak azok, akik szükségben vannak, és kell, hogy Isten szellemétől meg legyenek elégítve. És teljesen biztos vagyok benne, hogy amikor a víz kiárad, és megúszni való víz lesz, és meggyógyítja a pusztát, és meggyógyítja a tengert, ami beleömlik, akkor az Isten jelenlétében jönnek az emberek. Hallgattam, szoktam ezt a 700-as klubot néha nézni, mikor este nem tudok aludni, és akkor most egy indiai pásztor beszélt, és elkezdtem mondani, hogy az Isten hogyan kezdte el a munkát, és akkor hogyan történtek a dolgok, és egy pillanat alatt. Tudjátok, ez egy olyan dolog, amikor a szellemi valóság megjelenik, akkor bármi megtörténhet közöttünk. És ahogy mondtam, és ahogy támadtak fel a halottak, és akkor olyan csonkolt kezű embereknek kinőtt a keze, és akkor mondta, és azt mondja, nem lehetett már a tömegtől beférni. Gyerekek, ahol elindul az Istennek a hatalma, ott megjelenik a tömeg, mindig megjelenik. Nem lasszóval kell a gyülekezetbe hozni az embereket, meg itt tartani, hogy ne menj máshova, hanem azt mondod, hogy új helyet kell keresnünk, mert nem férünk be. Tehát az a probléma a gyülekezetbe, az a probléma különösen az európai és az amerikai gyülekezetekben, hogy elfáradtak, meggazdagodtak. Hogy kényelmesek lettek, testiek lettek, nem úgy lettek testiek, hogy paráználkodnak, nem, ők nem paráználkodnak, meg nem alkoholizálnak, meg nem cigarettáznak, meg nem káromkodnak, annál rosszabbak, képmutatóak lettek, annál rosszabbak, egyszerűen nem látják a Krisztust a másikba, annál rosszabbak, nem a kegyelem szerint akarnak élni, hanem a törvény szerint, és annál rosszabbak, hogy miattuk káromoltatik az Istennek a neve ezen a földön, de ezekben a föltörekvő országokban van egy érdekes kenet. Az, hogy ezek az emberek elkezdenek rajongani az Isten szeretetéért. Elkezdenek Istent úgy befogadni, ahogy van, és egymást is. És nem ítélgetik egymást, és képzeld, megjelenik a Szent Szellem hatalma. Megjelenik a kenet, és olyan megjelenik a tömege, a nyomorultaknak a tömege. Az egyház, amíg nem képviseli, és nem gyógyul meg, és különösen itt Európában, és Amerikára is mondhatnám, nem gyógyul meg, addig az emberek félni fognak tőle, és elrejtőznek az egyház előtt, mert nem látják a megoldást, sőt azt látják, hogy az egyházban lévő embereknek az életminősége sokszor rosszabb, mint az övőké. Nem látják, hogy de abban a pillanatban, amikor meggyógyul az egyház, és elkezd folyni ez az élő víz, egyszerűen itt a Ezekiel könyvében, hogy írva van, megpesdül halaknak a tömege. Azt mondja, annyi hal lesz, és azt mondja, halászokká tesznek benneteket, emberhalászokká tesznek benneteket. Jézus azt mondja, versétek ki a hálót a jobb oldalra, és
53 nagy halat fogtak, és egyszerűen egész éjjel nem fogtak semmit, de szakadozott a háló, ahogy Péter megérezte a halaknak a tömegét. Ez volt az élő víz, amit a szamáriai asszony is kapott, és kiment, és bement a faluba, és hogy ömlött az élő víz belőle, kijött az egész falu. Nem, egy bűnös asszonynak kijött az egész falu, hogyan lejött ki? Megérítette őket az Istennek a jelenléte. Megérítette az örökké valóság, mert ezt hiányzik az emberek. El vagyunk szakítva mindnyájunk az atyát, az atyai háztól, és amikor jön valaki, és azt mondja, hogy hazataláltam, ismerem az atyát, és itt van bennem az élő víz, az kimegy, és megragadja az embereket, még az olyan módon ragadja meg, hogy elkezdenek ők maguk is hitre jutni és találkozni az élő Istennel. Ez az egyháznak a szerepe. Az egyháznak nem az a szerepe, hogy hangosítás legyen, meg dicsőítő zenekar, meg prédikációk, meg bibliaiskolák, nem. Az egyháznak egyetlen egy szerepe van, az élő víz hordozása, és az élő víznek a felfakasztása a bensőből, és annak a terjesztése. Azt mondja, és az a víz, vagyis azok a lapályok, és azok a mocsarak, és azok a helyek, ami nem ment át ez az élő víz, büdösek lesznek. És azt mondja, nem gyógyulnak meg! Nem tud meggyógyulni senki sem, aki nem megy át az élő víz. Nem megy át ez a folyam, nem tud meggyógyulni, képtelen rá. A gyógyulás csak úgy lehet, amikor nagyobb hatalom van, amikor nagyobb erő van, amikor nagyobb tisztaság van, amikor a mennyből jövő érintés van, csak azt tud meggyógyítani. Nem tud meggyógyítani senkit sem, semmilyen egyház, semmilyen pásztor, senki, csak az Istennek a kenete. És ezért van az, hogy amikor megkapja valaki az ajándékot, az az Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja. Mert az Istené a dicsőség, nem a miénk, testvéreim. Övé a hála. És most, amikor az egyház gyógyulásáról akarok beszélni egy kicsit, és hiszem azt, és kívánkozok bele, sőt, úgy gondolom, hogy szeretnék meggyógyulni én magam is. Én magam is beteg vagyok. Érzem, érzékelem, hogy tetőtől talpig megbetegedtem. És ebből a betegségből kezdek úgy fellábbalni, kilábolni. Először csak azt értettem meg, hogy a kegyelem mit jelent. Aztán azt értettem meg, hogy Isten szeret engem. Aztán azt értettem meg, hogy nem akarja, hogy egymást kárhoztassuk. Megértettem, hogy nem akarja, hogy egymást vádoljuk. Nem akarja, hogy magamat vádoljam. Azt akarja, hogy kinyíljunk a szeretetre. És ebbe a szeretetbe fürdőzzünk, és kerüljünk bele. És ez távolít majd el bennünket minden bűntől és az ördögnek az erejétől. És kezdek gyógyulni, és ahogy kezdek gyógyulni, kezd ez az élő víz megmoccanni bennem. Nem lehet, érted, egy csillagbörtönbe csak szövegelni, ott nem lehet csak úgy beszélni, ott, hogyha nem jön ki az élő víz, ott helyben az az üzenet, amit nem tudsz fölkészülni rá, ott adja helybe a Szent Szélek. Döbbenetes dolog ám kiállni úgy, hogy nem tudod, hogy mit fogsz beszélni. Persze, beszélni lehet, órákat, de mit fogsz beszélni? Az, ami ott kell, az az élő víz, ami őt üti el, ami ő neki az üzenet, ami őt kell, hogy megfogja. Hogyha ezt nem kapja meg, akkor hiába. Hát nem tudunk egy embert se megváltoztatni. Nem tudunk egy embert se hitre juttatni. Ez csak Isten, csak az élő víz képes rá. De az élő víz egy pillanat alatt meg tud tenni olyat, amit te soha. De amikor megteszi, te együtt örülsz a vető az aratóval, együtt örül a munkás, együtt örülünk, és átöleljük egymást, és sírni fogunk, mert nagy dolgok lesznek. És ez a dolog, meg kell, hogy rendítsa a szívünket. És most, amikor énekeltem is ezt az éneket, ez az önrendezettek Istennek, a mi erőségünknek, ezt az éneket a Horváth István kapta akkor, amikor a beosztott erdészként dolgozott nálam, én voltam akkor fiatal kerületvezető erdész, és egy UAZ-zal mentünk gombázni, és már beállítottuk a melósokat dolgozni, mi meg gombázni mentünk, na most ezt adjuk. És akkor mondja az István, hogy kaptam egy éneket. És akkor éneket, hát nem lehetett kapni éneket, hát az, érted, a 98-as ének a füzetbe 500 éve már azt énekelik. És akkor jön egy ének, és akkor kaptál éneket, halleluja, micsoda nagy dolog, ilyet még nem láttam. Énekelt, elénekelt, hogy örvendezzetek Istennek, és akkor leszállt a Szent Szellem, ott egyből imádtuk az Urat, kaptál te is szukrot.
Alice, nem van, jó van. Az Alice, figyelem én. Figyellek, lányom, figyellek. Tehát együtt énekeltünk, és emlékszem, amikor az Alice kapott éneket, emlékszem, amikor a Kostyomáti kapott éneket, én is kaptam egy éneket, de ahol most úgy rájöttem, hogy az egy plágium, de hát mindegy. Az elején úgy örültem neki, komolyan mondom. Azt az éneket kaptam, hogy táncra pendülök és ugrálok, dicsérem az Úrat, és rájöttem, hogy ez a vékony deszka, de vékony deszka, de vékony deszka a kerítés. Című éneket énekeltem, mert nagy ikletettem, mert a Szent Szellemtől kaptam egy dallamot is. A szöveg az még csak jó volt, de aztán rájöttem, hogy a dallam átlátszik az ölelés, és akkor... Dicsérem a Jézus nevét, imádom az ő szent nevét. Nem, mert mindenkinek kell énekeltem, hát azt hittem, hogy az úrtólom. Még a gyülekezet is énekelte, de semmi baj. Jó, táncoltunk is rá, nagyon jó volt. Voltak testi dolgok közöttünk, de semmi baj. Az Úr megbocsátotta nekik. Ezek a testi énekek, ez a tipikus testi ének. Jó dolog, de testi. Semmi probléma. Érted? Nincsen benne az élő víz. Benne van egy nagy adag lelkesedés, ilyen kakas táncoló viadal, de hogy egyébként nem a mennyből jött. De semmi probléma. A testből is lehet azért szolgálni, csak nem sokat ér. Na, tehát... De ez az örendezetek Istennek, a mi erősségünknek, újongatok a Jákob Istenének, ez a mennyből jövőjének volt, megérintette a szívünket, és tudom, hogy az történik ilyenkor, amikor az élő víz megérint, akkor képzeld el, az történik, hogy egyszerűen hitre jutsz. Minden, tudod, hogy minden lehetséges. Valami olyan dolog történik veled, ami lázba hoz, ami úgy belülről elindít, ami felnyitja a szemedet, a szellemi szemedet. Ezért aki szellemileg szolgál, az onnan lehet tudni, hogy szellemileg szolgál, vagy a Szent Szellemtől szolgál, hogy benn a szívedbe elkezd újongani a belsőd, ahogy az Emmauszi tanítványoknak újongott. És kezdték megérteni az igét. Jézus direkt nem leplezte le magát, direkt nem mondta, hogy én vagyok a Jézus, direkt csak melléjük szegődött, szinte bebugyolált fejjel, és igazából csak mondta az élő vizet, és egyszer csak megütötte a szívüket, és Istenem, megváltoztak, és ellenkezőleg mentek, és nem tudtak úgy gondolkodni soha többé, mert az élő víz bejött, újjátette őket. Bementek Jeruzsálembe, ahol összegyülekezve találták már többit. Jézus eltűnt, már nem volt ott Jézus, nem fogta kézen őket, mert már nem volt szükségük rá, mert az élő víz elkezdett folyni, elkezdett ömölni, és nem lehetett megtartani. És ezt az élő vizet, az sátán mindig le akarja állítani, be akarja terelni ilyen mocsákba, be akarja terelni, hogy ilyen tó legyél, be akarja terelni, hogy ilyen legyünk jó, szép egyház, és majd az egyházba, az egyház, érted? Az. Semmi baj, ez az én gyerekeim mondták, a református lelkipásztor volt egy lelkipásztor, azt szoktam mindig mondani, az egyház, és múltkor bejött hozzám az egyház képet vásárolni, és megismertem. Na jó, örülök, hogy az egyház is vásárol képet, Isten áldja meg. De ez testi dolog, a képvásárlás. De szellemi az, amikor a pénzt elteszem. Figyelitek? Látod? Az Úr gondoskodik rólam. Az Úr gondoskodik rólam úgy, hogy megnyitja a te bukszádat. Szép, nem? Nagyon jó. Na, figyeljetek ide! Ajaj! Ez volt a bemelegítés. Egész jól érzem magam. Tehát ezt úgy olyan prédikáltam most, amit nem tudtam. Tehát most ez volt az, amit nem tudok, tehát ez volt a Szent Szellem. Most jön az, amit a lelkipásztor felkészülésére. Szerintem, te milyen, most el kell, most kéne, abba hagyni. Hoztunk köveket. Köveket hoztatok magára, hát ez nagyon jó. Uram, te olyan jó az. Na, tehát az egyházról
egyház gyógyulásáról egy kicsit. Pálnak is sok baja és gondja volt az egyházzal, ugye utoljára a Korintus levélből olvastam egy kicsit, és képzeljétek el, hogy csak úgy végignéztem a Korintus levelet, és az egy Korintust, és úgy a végéig találtam 6 vagy 7, 8, 9. 9 olyan dolgot, amit a korintusiak nem jól csináltak. Sőt, bűnbe jártak, sőt, pereskedtek, meg mit tudom én mi. És ahogy néztem itt a dolgokat, mondom, Istenem, hát hogy bánik Pál ezzel a korintusi egyházzal, és majd végig is akarom venni azokat a dolgokat, amikben ezek a korintusiak voltak, egy-két gondolatban, de érdemes a korintusiak levélnek az elejét elolvasni. Tehát figyeljetek ide, elolvasom a hibákat, amiket kigyűjtöttem, ugye kiké, ugye én Pálén, apostolosé, stb. Ott veszekednek, de szakadások van közben. Ugye erről beszéltem múltkor. A második azt mondja, hogy nélkülünk uralomra jutottatok. Tehát egy uralkodói dolog kezdődött el ott a korintusiak között, egymást leuralták. Utána azt mondja, hogy felfúvalkodás volt közöttük, de mintha el sem mennék ti hozzátok, de úgy felfúvalkodtak némelyek, pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akaratja, és megismerem a felfúvalkodottak nem a beszéljét, hanem az erejét, stb. Akkor paráznaság, a paráznaságról több mindent is ír, többfajta paráznaság fordult elő a korintusaiak között, törvénykezés, elmentek a bíróságra, a testvérek és egymást agyalták a korintusiak. Akkor a következő vádlás, azt mondja, kik vádolnak engem, Pált is vádolták, és akkor ott mossa magát Pál, hogy ő két kézzel dolgozott, stb. Nem fogadta el az adományokat, adakozásokat. Aztán jön a híres úrvacsora, az úrvacsorán itt ilyen komoly dolgok van, a szakadás, berugás, de hát itt berúgtak, igen, úrvacsora alatt. Dőzsöltek, meg mások meg nem tudtak inni, csak éheztek szegénykék. Hát ez Korintusban történt, de aztán a lelki ajándékoknál sem voltak, mert azt mondja, úgy ordibáltak, hogyha bemegy valaki köztetek, azt sem tudja, hogy mi történt itt, melyik féreg szorult bele a fába. És akkor jön a 1 Korintus 13, hogy aztán figyeljetek ide, ennél felett, nagyon jó, hogy rajongtok a lelki ajándékokért, de hát azért e fölött való utat mutatok nektek, aki az isteni szeretetről beszél. És akkor utána azt mondja, vannak közöttetek olyanok, akik azt mondják, hogy nincsen halottak feltámadás a korintusi gyülekezetbe, gyönyörű mi, micsoda hitben voltak. Némelyek azt mondták, hogy nem támadnak fel a halottak, és ezt úgy terjesztették is. Akkor a következő, ez volt a 9-es talán, na mindegy, igen. Tehát úgy nagyjából ennyi, de még van több is. Nem vesszük végig, és ezeknek a korintusiaknak az Pál imígyen kezdi a nagy rendrakását. Figyeljetek ide! Nagyon fontos, hogy megértsünk valamit, ahhoz, hogy meggyógyuljon, hogy ez a korintusi levél nagyon-nagyon sok lelkipásztornak és testvérnek adott olyan pofont, és olyan leigázást, és olyan fajta összetöretést, hogy kimaradtak a gyülekezetből, tönkrementek. De nézzük meg Pál, hogy kezdi az egészet. Az Isten gyülekezetének, tehát ugye, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, közben paráznaság, tivornya, pereskedés, felfúvalkodás, szakadás, ordítás, toppörzékolás. Megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egyben, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségén hívják bármely neven, a magukén és a miénken. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek Krisztus Jézusban adatot. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben.
amit megerősített ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván az Úr Jézus Krisztusnak megjelenését. Aki meg is erősíti titeket mindvégig fedhetetlenségben a mi Úrunk Jézus Krisztus napjára. Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Hoppá! Tehát, van itt egy kardinális kérdés. Egyrészt, vannak a bűnök, a gyengeségek, az elhajlások, a rossz dolgok. De Pál nem így áll ő hozzájuk. Na most, az a probléma, amikor a bűn szerint állunk hozzá a másikhoz, vagy a gyengesége szerint, és elítéljük. De ő azt mondja, hogy Krisztusban szenteknek, elhívottaknak, tökéleteseknek, mindenben megajándékozottaknak. Úgyis az ember küszködik a bűneivel, a gyengeségeivel, úgyis tudja a bogár is, hogy nem ehet zsömlét, és szenved, mikor a zsömlére néz, de hogyha most én elkezdem azt mondani neki, hogy te zsömle falu, nem szégyeled magad? Fehér zsömlét akarsz enni? És élelmiszeripari termékeket? Ahelyett, hogy normális kaját ennél? Nem tud megváltozni, mert belelököm. Belelököm őt abba, amiben amúgy is küzdködik. Meg kell érteni valamit. A gyülekezet nem lehet az a hely, ahol a bűnösöket agyonverik. A gyülekezet nem lehet az a hely, ahol a bűnösöket megszégyenítik. A gyülekezet nem lehet az a hely, ahol az ördögöt felmagasztalják. Még úgy se, hogy a bűnön keresztül, hanem a gyülekezet a gyógyulásnak a helye kell, hogy legyen. Ahol kinyilatkoztatjuk azt, hogy Krisztusban rendben vagy, szent vagy, elválasztott vagy, kihívott vagy, tökéletes vagy. Ez a gyülekezet helye. Mert ha nem ez, akkor nagy baj van. És ebben a nagy bajban a Pál nem úgy kezelte a korintusiakat, és annak idején még úgy tanította az egyik előjárom, hogy igen, Pál az nagyon rafinált volt, először dicsért, aztán utána agyalta el őket. De ez egy hamis tanítás. Amen. Jaj, nagyon nagy. Ez egy hamis tanítás. Mert Pál egyáltalán nem azért mondja a korintusiaknak ezeket az igéket, mert ő felkészítette őket az agyalásra. Hanem azért mondja, mert ez a lényeg. Ebből indulunk ki, hogy meg vagy váltva, hogy szent vagy Krisztusban, hogy egyszerűen be vagy foglalva aranyba az Úrban, te deszka. Semmi probléma. Be vagy foglalva. Igen, most ne haragudjatok, de még egyszer. Megszentelteknek, szenteknek, kihívott szenteknek, kegyelem néktek, békesség néktek, atyától, az Istentől. Ja Istenem, megerősített benneteket, Krisztus, hát egyszerűen. A gyülekezet az a hely, ahol azt hirdetik, ami az igazság. És utána lehet helyre rakni a dolgokat, de csak ebben a szellemben. Figyelj! Amíg, most én nincs itt, azért beszélek róla, a Kati lányomat agyaltam, itt volt az előbb még. Ott van? Ott bujkál, jó. Nem tudtam nála eredményt elérni, mert félt tőlem. Mert kárhoztattam. Igazam volt? Persze! Hát persze! Itt mindenkinek igaza van. Te is tudod, hogy igaza van annak, aki bánt téged, mert jogosan bánt, mert azt látja, ami tényleg van, hát igaza van, hát most ne beszéljünk mellé. Ha hülye vagy, akkor hülye vagy.
Isten nem azt mondja, hogy nem vagy hülye, hanem azt mondja, hogy ő benne okos letté. Ő benne szent letté. Ő benne megváltott letté. Ő benne megvagy. Hát ez az új szövetségnek a szíve, lelke. Nem arról szól, hogy mivé kell válnod. Az egyház ezt tanítja. Mivé kell válnod. Most, amikor voltunk, jó, ezt hallgatják. Ajaj. Kivágjuk? Nem vágjuk ki, most úgy kell prédikálnom, hogy ne kell kivágni. De valahol voltunk. Nem mondom, hogy hol, és azt sem mondom, hogy mit csináltunk. Ott sem voltunk. Kérdezem, hogy az a két jó dicsőítő, most ez lány, de most férfit mondok. Két jó dicsőítő. Már kész, igen. Most már nem. Nem jönnek rá, nem. Miért nem? Azt mondja nekem az egyik buzgó előjáró testvér, aztán én is felbuzogtam úgy magamban. Most tanulják a megszentelődést. Addig nem dicsőíthetnek, amíg ezt nem tanulják meg. Megtanulni a megszentelődést? Uram Isten! Hát ezt ember meg nem tudja tanulni, ha te hülye vagy a fizikához, ez annál rosszabb. Nem lehet megtanulni a megszentelődést? Hát azért kellett kegyelem, azért kellett megváltás, mert ezt a dolgot nem lehet megtanulni, nem lehet fölépíteni, hanem hitbe lehet elfogadni. Tehát nem arra van szükségem, meg a másiknak se, hogy tanítsa, te tanítsad, hanem tanítsa az Úr őt, mire, hogy elfogadja azt, hogy ő szent. Így kezdődik a Korintus levél. Ezeknek a paráznáknak, azt mondja az Úrba, megszentelteknek, szenteknek, kihívottaknak. Értsed meg, hogy ezzel nem lehet eredményt elérni, és akkor osszuk az észt. Emlékszem, a Mártit is, most ő itt van legalább. Hogyan váltottuk le? Fosztottuk meg attól, amit Isten adott neki. Hát igen. Azt gondoltuk, hogy mi szartuk az aranytojást. Bocsánat, elnézést, Uram, hogy ilyeneket mondom. De semmi baj. Azt a nyújtója, most húsvétkor van. De ez csak úgy kijött belőlem ez a húsvét miatt. Hogy mit tojtuk, igen, azt akartam mondani. Mit tojtuk az aranytojást, érted? De... És szegény Mártit, érted? Akasztófalra állítottuk, azért, mert bizonyos dolgokat nem így csinálta, hogy tudod mi? Mert lehet, hogy okosabb volt nálunk. Ez egy férfit az nagyon tühít, amikor egy nő okosabb. Vagy lehet, hogy komolyabb elhívása volt bizonyos dolgokba, és érted, idegessé teszi a lelki pásztort, ha egy ember jobban el van hívva, mint ő. Akkor kasza, kapa. Legyarulni, találni legalább három igét, aminek nem felel meg. De gyerekek, ez gyönyörű. Olyan könnyű három igét találni bárkire. Komolyan mondom, ez a legegyszerűbb dolog, és akkor leülünk és beszélgetünk. De nem egyedül. Legalább az intézménybe behívjuk még a Kovács Karcsi. Nem. Megfaltam, kész vége. Na de mindenképpen Bogár Péter legalább jelen legyen. Igen. Mit részvettem benne? Ő is bűnös. Bűnös gyerekek, itt most a felszámolási biztos. Uram, még van egy perc. Hát akkor már kínosabb részletek talán nem jönnek elő. Tehát ez borzasztó, hogy a Szent Szellem érte csak előhoz dolgokat, én meg itt ki vagyok szolgáltatva. Na és mi történik ilyenkor? Az történik ilyenkor, hogy megszomorodik a Szent Szellem. Az történik, hogy nem az Úr munkája van
előtérbe helyezzen, hanem az ember uralom. A gyülekezet érdeke. Gyülekezet érdeke, hogy megszentelődjön a testvérnő, és addig ki ne nyissa a száját. És egy házas pár jött hozzá, Piripocsfalváról, Mamutba. Az asszonyka gyerekszolgálatos volt, de volt konfliktus a férjével, ami kiderült a gyülekezetbe. És utána már régesleg túl vannak a konfliktuson, már ott hozzám is a Mamutba úgy jöttek be, hogy szeretettel, és mondták, már túl vannak, de a gyülekezet nincs túl rajta. Ki van rakva a gyerekmunkából az asszony? Mert meg kell neki szentelődni. Az anya kis késit. És azt mondja, hogy elmegyünk a gyülekezetbe, és agyonverve megyünk haza. Hát ez gyönyörű. A gyógyulás helye. Hát Isten nem akarja ezt. Isten azt akarja, hogy a gyülekezetbe, ha rosszul vagy, akkor jobban mennél haza. Hogyha bűnbe kerültél, akkor erőt kapjál, hogy a bűnből ki tudjál jönni. Hogyha valami nem jó az életedben, akkor kapjál egy érintést a Szent Szellemtől, hogy rendben jöjjön az életed. Ez a gyülekezet. A gyülekezet nem az, hogy emberek uralomra jussanak. A gyülekezet nem az, hogy a bűnösök megszégyenüljenek. Egy másik sztori. Azt mondja, elhívtam a barátomat a gyülekezetbe, nagy kocsma töltelék volt, és el is jött párszor, és aztán egyszer-kétszer kimaradt, és legközelebb, amikor jött, azt mondták neki, mi van? Már megint kocsmába menti az Isten háza helyett. Buf, egy pofon. De akkor a pofon, és soha többé nem megy gyülekezetbe. A gyülekezet környékére se megy, be se lehet húzni, kötéllel se oda. Már megint kocsmába mentél? Te, ördögfattyú! Hát igen, hát lehet így jönni a dolgokkal, csak ennek nem semmi értelme nincs. Ez tönkre teszi, a vidéki testvéreim. Ez annyira jó, amikor fölkelnek, Isten áldjon benneteket. Mindig tudom, hogy vége, a Szent Szellem elment, és ilyenkor nem is tudok beszélni utána, miután elment. Két, vége, tényleg. De azért befejezem. Anáért, hogy azt mondták volna, hogy de jó, hogy megint látunk. Hogy jó rád nézni. Látom benned az Istennek a kegyelmét, hogy te ide jössz. Én elmegyek veled a kocsmába. Elmegyek veled a kocsmába, hogy megismerjem a barátaidat is. Nem félek. Na, nem, ne vessétek át. Legújabb sört? Mit? Te legújabb sört meg is? Nem hisz, ha legjobb barátom. Figyelj ide! Azt hiszed? Hogy ez nekem probléma? És az Úrnak bement, van is egy ilyen ének, hogy befordultam a kocsmába. Persze. Ez Jézusról szól? Nem Petőfi. De Jézus bűnösök barátja volt. Elment közéjük. Hát, na most ezt hagyjuk. Nem a sört, azt nem, csak a bort. Na, de ez azért nagy probléma, tehát innen látszik, hogy Jézus főleg boros volt és nem sörös. Tehát azért, akik sört isznak, azok azért egy kicsit bűnben vannak. Nem igei? Hát hol látsz, hogy Jézus sört ivott volna? Mutasd meg az igéből, majd akkor elhisszük. Hát most te... Ihatott volna. Mit? Ihatott volna sört, ez így van, de nem ivott. Nem tudunk róla, abszolút, de látszik is, hogy az Isten nem a sör mellett van, tehát gyerekeket, ez van. Én csak az igét prédikálom, mint sok barátom, testvérem, lelkész, ezeknek a tanítványom vagyok, akik csak az Isten betűjét mondják, és csak is az igazat. Csak amikor agyonvernek vele téged, az nem az Isten szelleme. Mert az Isten szelleme nem kalapácsnak adta az igét, és nem vésőnek, és nem ütvefúró, pneumatikus berendezésnek. Hanem, na ezt most olyan szépen mondtam, de... Hanem az Isten azt akarja, hogy ez az egész dolog, ő benne beteljesülve,
Mindjárt tényleg ezzel befejezem, már látom az Eszter ujjait is, hogy már túlmentem az itt. Nem azt mondtam, Gábor most ébredt föl, persze. Azt mondja, érdekes a prédikáció. De eddig is az volt, Gábor! Csak akkor aludtát. Na jó. Annyit aludtál, csak fél másodpercet? De ezt mindig így érzi az ember egy fél óra után, hogy fél másodpercet. Ezt komolyan, én magamról tudom. Aludtam egy fél másodpercet, ez volt 3 óra, akkor is 3-4 van. Az 3-4 órát aludt. Ne felejtsd el, mert az Úrnál egy fél másodperc, az 3-4 óra. Bocs, kérem. Na, barátaim, tehát az egyház kérdéséről fogunk majd beszélni, ha az Úristen is enged. De szeretném bátorítani a kitaszított, megtaposott, kitekert nyakú, levágott fejű, levágott kezű, kitekert lábú, kibelezett testvéreimet, hogy álljatok fel! Mert nem az Istentől volt. Nem. És itt vagy, és velünk jössz, és egy egész héten a te jelenlétedben, a te vezetésed, a te szellemed benn való közösségben, Uram, megáldom a testvéreket, hogy tudjanak te benned maradni mindenkor. Halleluja! Beteljesedni a te szellemeddel, rád figyelni, rád hallani, és tőled tanítottak legyenek. Amen.